Üdvözlünk benneteket, kedves AVTV nézők! A kezemben látható a JBL Everest Elite 750 NC típusú vadi új, zsír új, ropogós, Bluetooth, prémium, utcai, aktív zajzáros fejhallgató, ami többet tud, mint amit egy levegőben el tudok mondani, úgyhogy most egy kicsit lenyugodunk, és beszélgetünk róla csak egy néhány szót, itt és most nektek, legfrissebb epizódunkban. A JBL nem is olyan régen képviseli magát ebben az árkategóriában, ezúttal egy ravasz döntéshez folyamodtak, ugyanis az Elite 750 NC némileg olcsóbb, mint az idézőjeles vetélytársai, gondolunk itt olyan nevekre, mint például Bose és Sennheiser, míg a hasonló tudású fülesek általában 100, de inkább 120 ezer forintba kerülnek, addig az Elite 750 NC körülbelül 80 ezer forintot kóstál. Most pedig nézzük, hogy mit kapunk ezért az összegért. Nos, többek között kapunk egy ilyen nagyon jó kis defenzív, keményfalú, cipzáras védőtokot, kapunk egy töltésre szolgáló micro USB kábelt és egy 3,5 mm-es jack-jack vezetéket, hogyha lemerülne esetleg a beépített akkumulátor, amely bekapcsolt aktív zajszűréssel 15, kikapcsolta pedig 20 órányi üzemidőt ígér. És itt található maga a termék, de mielőtt rátérünk, beszélgessünk még a szolgáltatásokról. Feature-ök tekintetében tehát nem éppen szűk markú a termék, egyfelől kapjuk ezt az úgynevezett aktív zajzűrést, illetve egyfajta applikáció alapú vezérlést. Egy meglehetősen kiforrott mobil szoftver tölthető le, amely elsősorban Apple mobileszközöknél fejti ki a hatását, mi Androiddal még nem próbáltuk. És ezen az appon keresztül lehetőségünk nyílik arra, hogy aktiváljuk a Harman TrueNote nevű technológiáját, ami úgy történik, hogy fölveszik a fejhallgatót, aktiválódik a TrueNote, és ilyenkor hallunk egy olyan hangot, hogy húj, és elindul egy frekvencia görbe, és beméri a rendszer a mi fülünket, és utána elméletileg a mi fültér akusztikánkhoz illő legjobb hangot fogjuk kapni. Ez a gyakorlatban igazából annyit tesz, hogy egy kicsit elhúzza magát a fejhallgató, és egy kicsit dinamikusabb, színesebb lesz a hangja. Akárhogy is nem alábecsülendő ez a bizonyos applikáció, hogy mi mindent tud, azt kifejtjük bővebben a cikkünkben, de most inkább térjünk rá arra, hogy hogyan is néz ki, hogyan is épül fel a 750 NC. 80 ezer forintért már elvárhat az ember egy bizonyos fajta minőséget, és ezt meg is kapja, hogyha nem a vezeték nélküliség a kritérium. A vezeték nélküli kategória egy kicsit más próbál lenni, egy kicsit másfajta igényeknek kell megfelelni, hiszen itt van plusz vezérlő, elektronika, akkumulátor, stb. Feltételezik azt a gyártók, hogy akkor a felhasználók sok és hosszú úthoz használják a terméket, úgyhogy könnyűnek kell lennie, és relatív kompaktnak, itt a kompaktságot összecsukható kialakításban oldják meg, illetve nagyon jó párnázással, itt lehet is látni, hogy ahogy benyomom, besüllyed és még utána eltart ideig, amíg visszanyeri alakját a memóriahabos párna, illetve ez a, hát a fejpárna az annyira nincsen kipárnázva, de ki van, és egyébként a szárbetét az fémből készült. Az összes többi rész az nagyjából műanyag, de a jobbik fajta műanyag egy ilyen mattos, dizájnos ezüst színnel, egyébként feketében is megvásárolható a termék. A fejhallgató kezelhetőségében ezek az élére integrált kezelőszervek segítenek. Itt találunk Bluetooth párosítást, a szokásos három gombos navigációs klaviatúrát, illetve a kivel kapcsoló gombot, amelyet, hogyha itt elcsúsztatjuk, akkor már is megszólal egy női hang, hát ti most nem fogjátok hallani, de egy kellemes kis női, a Bose-hoz képest kevésbé robot hangú nő kommentálja, hogy éppen mikor, mivel mi történik. És amikor felvesszük a fejünkre, akkor lehet is érezni, most éppen érzem azt, hogy az aktív zajzörés az megdöbbentő. Ez képtelenség megunni. De főleg akkor van jelentősége, hogyha az ember tömegközlekedésben van, úgyhogy most igazából egyszerűen csak jó, de mindig jó. Szóval, túl az aktív zajszűrésen kapunk egy úgymond aware, nem tudom, hogy kell mondani, funkciót is, aminek az a lényege, hogy használjuk az eszközt, hallgatjuk a zenét, bekapcsolja a kis mikrofonját, és a kültéri zavaró basszusokon, morajlásokon kívül
minden mást hallunk. Az embereket főleg, és hogyha például irodában vagyunk, és valaki szól, hogy hey Józsi, figyelj már, akkor nem kell levenni a fülesünket, hiszen hallottuk, hogy szólítottak minket, és akkor megspórolja az ember ezt a mozdulatot. Minden esetre jó, hogy van ez a funkció, biztos van, lesznek majd, akik örülnek neki. És elérkeztünk a hangminőséghez, ilyen téren sem val szégyent a JBL. Itt azt írják, hogy Legendary JBL Pro Audio Sound. Hát ez nagyon izgalmasan hangzik, de hát azt leszögezzük, hogy ez nem egy professzionális termék, és nem egy stúdió termék, ez egy vezeték nélküli felhallgató, ez egy Bluetooth felhallgató, de Bluetooth viszonylatban elég jól szól, ezt meg kell hagyni. Dinamikus, populáris, kedvelhető, sőt egyébként, ha valakire rájön a hifizhetnék, akkor nem tanácsos eldobni a kábelt, mert kábellel még inkább jól szól, de a legjobb kombót úgy kapjuk, hogyha a kábelt és az aktív elektronikát egyszerre bekapcsoljuk, mert akkor egyszerre lesz tiszta és dinamikus, és akkor nagyon szórakoztatóvá válik a hang. Minden esetre nem tanácsos hifi teljesítményre számítani, de hát sehol sem látunk rajta hifi feliratot, hogy ezt a tényt megbocsátjuk neki. Mindent összevetve a JBL 750 Elite Everest, már annyi neve van, hogy nem is tudom egyszerre elmondani, egy jó fejhallgató ezen az áron és ezekkel a szolgáltatásokkal és a mai kínálatot figyelembe véve. Lehet, hogy egy icipicit jobb komfortot tudnak biztosítani a vetélytársai, cserébe drágábbak. Lehet, hogy azok mondjuk egy kicsit kiegyensúlyozott és kevésbé díszített hangot produkálnak, cserébe drágábbak. Úgyhogy összességében nem egy forradalmi újdonság, nem fogja vérigalázni a konkurenciáját, viszont ebben az ármezőnyben, ezzel a 80 ezer forintos áron tényleg egy ütőképes, versenyképes megoldásnak mondható. És a lényeget tulajdonképpen is mondtam róla, de még egy-két apróságot kifejtünk az online olvasható cikkünkben. Kattintsatok a videó alatti hivatkozásra, és megtudjátok, hogy mi az a sok minden. És hogyha esetleg van olyan JBL termék, amire kíváncsiak vagytok, akkor gyertek vissza máskor is, írjatok kommentet, hogyha még nem láttatok róla a videót, és akkor megpróbáljuk majd elhozni nektek, és a többi, és a többi. Kövessetek minket Facebookon, köszönjük a figyelmet, sziasztok!